Sziget-Szent Miklós nyár utca. Ugye valamelyik nap mutattam nektek, amikor biciklivel jöttem, hogy ez az, ami még nincs leburvázva, mert ez még nem a Kövér utca része, hanem a Nyár utcának a másik része. Majd mindjárt meglátjátok, hogy a kereszteződésen túl, ahol már ugye a Kövérnek az utca része van, ott természetesen le van murvázva. Ugye a tegnapi nap örömén felbuzdulva már az utcába bekapcsoltuk a kamerát, nézzétek meg itt ugye, már szépen le van murvázva a patka, és Kövér háza előtt, ahogy mutattam a tegnap előtti videóban, ott meg ilyen extra kavicsok vannak, tehát nézzétek meg, ilyen hófehér extra kavicsok vannak, tehát ez így mindenképpen érdekes és meglepő. Ugye tegnap, amikor jöttünk autóval, akkor láttuk, hogy jöttek Kövér Lászlóért, házmesterért, és elvitték, hogy hova, azt nem tudjuk, de két autóval vitték el. Pörgött is a videó nagyon. Jó napot! Jó napot kívánok! Tehát pörgött is a videó nagyon, és ma írtam is hozzá egy kis ilyen háttéranyagot is. Ha van kedvetek, akkor nézzétek meg, és osszátok továbbra is, mert azért ez egy nagyon nagy dolog. És ugye látjátok, hogy a mai ugye nyilván nem lesz annyira izgalmas és érdekes, nem lesz itt Kövér házmester, nem jönnek érte. Ha itt vagyunk, akkor biztos, hogy addig, amíg itt vagyunk, már nem fognak megjelenni. De ahogy mondtuk, el kell jönni 105-ször, hogy mondjuk találkozzál 4-5-ször Kövér Lászlóval, mert ő ugye nem az a típusú politikus, aki szívesen beszél a választókkal, vagy ugye egyáltalán az állampolgárokkal, sőt újságírókkal sem, és ellenzéki politikusokat is kitilt a parlamentből, meg ahonnan csak lehet. Ugye itt van továbbra is a harcezzet, végrehajtásokat, kilakoltatások, leállítását követelő tábla. Ugye mostanában látjátok az egyéves emlékek megosztásánál milyen szép állapotban volt ugyanez a tábla egy évvel ezelőtt. Ugye éppen egy éve Bóna Zoltán házánál is ez a tábla működött, illetve ez itt egy olyan ország, ahol szólás után nincs szabadság. Na ezt rendesen megtépázták a fideszes hívek. Mondjuk így, hogy hívek Székesfehérváron, április 6-án, ha jól emlékszem. Még nem volt időm megírni a Valtonos feljelentést, de ami késik, az nem múlik el, mert most már beazonosítottuk, hogy kik voltak azok az emberek, akik tépkedték a táblát, meg hátulról ránk ugrottak, és úgy döntötték le a nagy táblát, tudjátok, ami arról szólt, hogy ne kockáztassunk, szavazzunk nemmel a Fideszre. Na de ennyi előjáték után, hogy miről is akarok ma veletek beszélni, ugye még mindig e körül forog a gondolat, hogy Kövér, Brezsi Szilárd, Bóna, Csányi mit összehisztiznek, hogy véleményt nyilvánítunk közterületen, tehát ez azért mindenképpen egy érdekes dolog, hogy közterület miatt hisztiznek. Ráadásul úgy, talán aki már sok anyagunkat olvasta, azt tudja, a többieknek lehet újdonság, hogy ugye a 2016-ban, a 13/2016-os AB határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy például Kövér László, Bóna Zoltán, meg például Rezsi Szilárd, ezek mind-mind törvénysértést követtek el, mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést, mert nem rendezték az alaptörvényben biztosított gyülekezési vagy véleménynyilvánításhoz való jog, és szintén az alaptörvényben biztosított magánszférához való jog viszonyát, és ezt a kettőt ezt rendezni kell, mert hogy óhatatlan, hogy adott esetben, hogyha egy politikus vagy egy bankvezér háza előtt véleményt nyilvánítunk, az esetleg őt zavarja. Tehát természetes, miért ne zavarhatná. De ugye azt sem lehet mondani, hogy azért, mert őt ez zavarja, és ő ott bent éli a magánéletét, azért én itt kint ne nyilváníthassak vélemény. És azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy bár joguk van a magánszférához, és nekünk is jogunk van a vélemény nyilvánításhoz, éppen ezért nem lehet megtiltani egyértelműen a vélemény nyilvánítást a lakókörnyezetekben, legfeljebb technikai korlátok alá vethetők. Ezek a technikai korlátok, hogy például ne legyen az, hogy állandóan itt tartózkodunk, tehát egy hosszú berendezkedés, mondjuk mint hónapokra. Ugye a legtöbb, amikor mi tartózkodtunk valaki háza előtt, az egy hónap volt Orbán Viktor háza előtt, és itt Kövér háza előtt pedig 3 napos tartózkodás volt. Tehát azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ezzel azért kicsit csinyán, illetve a hangosítással is csöndesebben, mert mégiscsak lakókörnyezet, és ide az emberek lakni jönnek, itt bünkés vasárnap például valaki fűrészel
lehessen, nem tudom mennyire hallatszott bele, Anita, de hallottad, remélem oda is belehallatszott. Tehát ugye mondjuk én nem hangosítózhatok, de a szomszéd nyugodtan fűrészelhet, vagy ugye például tegnap itt a két hatalmas motoros Audi fél órán keresztül bürrögtette a motorját, ami kövér nem jött ki, tehát én azt gondolom, hogy az legalább olyan zavaró lehet, mint hogyha én itt véleményt nyilvánítok, de hát ez állítólag nem zavar senkit. Illetve azt mondta még az Alkotmánybíróság, hogy a közlekedés ne legyen akadályozva. Ugye lehetnek olyan utcák, mondjuk, ami ennél is szűkebb, mert ugye a Nyár utca az egyáltalán nem szűk utca, itt nyugodtan elfér két autó egymás mellett. Ha nem lenne itt az országgyűlési őrségnek a lakókocsija, akkor még könnyebben elférnének itt az autóval. De hát itt van, és így is megoldjuk. Tehát soha nem volt közlekedési fennakadás még abból, hogy itt voltunk. Tehát gyakorlatilag mi megfeleltünk ezeknek a technikai korlátozásoknak, ugyanígy Bónaháza előtt, Rezsiháza előtt, vagy éppen a Laura utcában is, tehát mindenütt tökéletesen működtek ezek a dolgok. És ugye, hogyha ez szerint, az iránymutatás szerint Kövér, Bóna, Rezsi és a többi politikus megalkotnák ezt a törvényt, akkor azt kellene kimondaniuk, hogy a lakókörnyezetben igenis lehet véleményt nyilvánítani, csak oda kell figyelni arra, hogy ne éjszaka nyilvánítsanak véleményt, ne nagy hangosítással, ne akadályozzák a forgalmat, stb. Stb. És ne tartózkodjanak ott állandóan, és akkor egyébként szabad. Na most gondoljátok el, akkor talán még mások, tehát huhapöcsű véleményvezérek is elmernének menni a házaikhoz véleményt nyilvánítani, és szerintem ezek azért nem alkotják meg ezt a törvényt, mert akkor nem lehetne megtiltani, nem lehetne büntetőjogi eszközökkel kormában tartani a félősöket, mert ugye megvárjuk ezt az autót, aki egyébként hangosabb, mint én, tehát mert hogy ugye nem mindenkinek van pénze csendes, modern autóra, van akinek sajnos ilyen régi autóra van csak pénze, mert ellopják a fideszesek a pénzt, tehát hogyha ezek megalkotnák ezt a törvényt, akkor mindenki szabadon merne jönni, és remélem jönnének is, és nem tudnák azt mondani, hogy jaj, hát akkor most beavatkoztok a magányéletünkbe, és akkor most büntetőjogi eszközökkel korlátozzuk, meg Pogalacit kitiltjuk a fél világból, meg Budapestről, tehát akkor nem lehetne ezt megtenni. Így viszont tudnak lavírozni ebben a pocsolyában, amiben ugye szeretnek lavírozni, tehát jól érzik magukat ebben a dagonyában, és el lehet riasztani például titeket, tehát én azt gondolom, hogy akik most nézik, azoknak a nagy részét el lehet riasztani, hiszen ezt, hogy nincs balhé, így is azért 1-2 ezeren meg fogjátok nézni, és abból mondjuk van 6-8 ember, aki egyáltalán valaha elment házak környékére véleményt nyilvánítani, tehát azért mondom, hogy többieket minden lehet riasztani ezekkel a dolgokkal, de ha megalkotnák a törvényt, akkor nem lehetne ezt megtenni. És ha így nézzük, akkor amit most itt mi csinálunk, megmutatom Anitát is a rendkedvéért a szép új sapkájában. Tehát itt vagyunk ugye ketten, meg akik még néha szoktak jönni, úgy is vehetjük, hogy ennek a törvénynek a társadalmi vitáját bonyolítjuk le. Társadalmi egyeztetését, mert ugye abban biztosak lehetünk, bár a Fidesz hozott még az elején egy olyan törvényt, hogy a törvényeket társadalmi vitára kell bocsátani, de soha nem tartotta be, tehát még egyetlen ilyet se láttunk, főleg a sevizás és a társadalmat egyébként érintő törvények kapcsán ott meg semmiképpen. Tehát előre lefolytattuk ezt a társadalmi egyeztetést, vagy társadalmi vitát, innentől kezdve csak meg kellene alkotniuk a törvényt, és ellenünk meg megszüntetni az eljárásokat, és egyébként akkor egész nyugodtan kiállhatnak Kövér László és a felesége is, a barátaik, ismerőseik elé, akik előtt állítólag ciki, hogy ide járunk a házukhoz, és azt mondanák, gyerekek, hát mi közszereplők vagyunk, Kövér László ugye a házelnök, mi házmesternek hívjuk, a Kövér felesége éppen itt a kormányhivatalt vezeti, tehát nekünk tűrési kötelezettségünk van, és hát nézzétek meg, drága barátaink, ez egy demokrácia, ha bármikor eljöttök hozzánk, akkor találkozhattok a sárga pólósokkal, vagy egyébként a társadalom bármelyik tagjával, akik elmondják a véleményüket, mert ez így normális egy országban. Ha ez egy demokrácia lenne, de ugye látjuk, ez egy mutyi ország, a törvényekkel is mutyiznak, az alkotmánybírósági határozattal is mutyiznak, és azért tehetik meg ezt a mutyizást, mert a társadalmi vitát nem százak és ezrek bonyolítjuk le, mert hogyha bekapcsoljuk majd legközelebb itt a Nyár utcába a kamerát az elején, és már azt vesszük észre, hogy itt sorba állnak az emberek véleményt nyilvánítani, százak és ezrek jönnek ide naponta, akkor bizony már nem is lesz szükség erre a társadalmi egyeztetésre, mert akkor
akkor sem kövér nem lesz, sem a fideszes országgyűlés nem lesz, sem a bankok hatalma nem lesz, mert ezek fejlesztve fognak menekülni akkor, amikor a társadalom ráébred öntudatára, és végre cselekszik. Tehát azt javaslom neked is, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá!